Jó reggel, Vietnám! Szavaztok gyerekek, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő. Wow! Hát milyen játékkal, mint egy csodálatos Farming Simulator 15-tel. Nagyon szépen köszönöm a fogadtatását ennek a sorozatnak, és köszönöm szépen a rengeteg kommentet is. Megpróbáltam kitalálni, hogy megfelelőképpen megköszönjem nektek a rengeteg kommentet, és úgy gondoltam, hogy csinálok egy ilyet. Amint látjátok, az alsó sávban most mindig az előző résznek a kommentjei jönnek. Tehát lehet, hogy most, amikor veszem fel a videót, akkor írsz kommentet, az már nem kerül bele, de az eddig oda került kommentek, azok itt lesznek. Úgyhogy ott szépen sorba mennek, meg tudjátok egymás kommentjeit tekinteni, meg én is tudok így reagálni rájuk. Például Kalampár Démon Hillé jön éppen itten, és azt írja, hogy ilyen gyorsan még pornóra se kattintott. Tehát Úristen, köszi szépen mindenkinek, aki itt van. Hát figyeljetek, akkor vágjunk bele a lecsóba, aztán csapjuk neki, mint az őrültek. Egyébként tényleg kösz minden kommentet. Remélem, hogy nem zavaró az a sáv, ilyen jó lassan szépen fog menni. Úgyhogy azért ne annyira zavarjon minket. De várjatok gyerekek, kellene csinálni egy-két dolgokat. Aztán néha ránézek a kommentekre, és kéne vennünk gépet gyerekek. El kellene menni, hol hagytuk a gépeinket? Be se jártunk a járművekkel, Úristen! Jaj, várjál már! Bazza, gyalog mehetek. Nem akarok ugratni gépek között, úgyhogy valószínűleg gyalog kell közlekedni a képörnek! Úristen! Remélem egyébként az intro is dobott egy kicsit milyen hangulatot? A retro hangulathoz, hát nekem egyébként nagyon is. Na, indítsuk a vördát. Izítás megtörtént, aztán már műhetünk is. Zsolt Csebő is írta egyébként, hogy ez az a Keeper, akit 8 éve kezdtem nézni, csak ne tűnjön el. Egyébként mindig van bennetek egy ilyen, úristen, oké, hogy ez itt van, de ki tudja eddig, nem? Szok bennetek lenni egy ilyen. De nyugalom, itt vagyok, élem a játékot. Szólok, hogyha nem. nem. Jugi itt. De különben tényleg olyan jó kommentek jöttek. Lehet, hogy nem fogom mindet beolvasni, mert a játékra is próbálok figyelni azért. Ja, egyik komment írta, hogy remélem, hogy fogsz mesélni a régi életedről, amik történtek veled, mint a régi sorozatban. Hát mindenképpen fogok egyébként. Big Zoli is ott írja, hogy végre egy jó videó. Wow! Nem akarom minden kommentet beolvasni, de azért amikor oda csippentem, kapom a fejecskévet, a buksaet, akkor azért néha azért oda pillant a képőr a fölvételre, amikor rá van égedve már a csodálatos felé. Egyébként remélem, hogy nem zavar senkit. Tényleg, bocsánat, hogyha zavar, de ezt ezzel együtt kell élni, gyerekek. Mert ezt kitaláltam, és úgy gondolom, hogy ez a minimum, hogy megköszönöm azoknak az embereknek, akik kommentelnek, és itt vannak velem a kommentjeiket. Gondoltam arra is, hogy csinálok kommentreagáló videót, de az olyan snassz, hogy mindig így végigolvasni a kommenteket, és akkor az olyan, nem tudom, mindenki csak a saját kommentjét várja, az olyan unalmas, de így meg a magában a gameplaybe benne van a kommented is, és még reagálok is rá valószínűleg. Figyeljetek, erről lesz a szerep a vágóasztalt, mert minek, ugye? Ja, igen, én is észrevettem egyébként. Például ott Dominik írja, hogy sajnos nincsen FS portál, és ezt a mapot például az 5.1-es verzióban elég nehéz megtalálni. Csomó helyen ilyen hibás fájlok vannak, úgyhogy meg fogom osztani mindenképp az egészet. Ha figyeljetek gyerekek, ekövedünk gyalog, bazze. Ekövedi a borba gyalog? Itt van valami kokasom. Ide lehet venni tikokat? Jaj, megmondtátok, hogy valószínűleg, hogy a szómád várja, ezt itt ki lehet nyitani, ha innen igaz. Aha, az, igen. És akkor ide be lehet gyűni, tattorral, vagy miért kell ezt kinyitani? Itt ez meg azt hiszem, hogy vigyázz, mert orba vág, ez ilyen rugós, tudod? Szoktátok ezt csinálni, falusi gyerekek? Sezlon rugót fölakasztani a izére, kis ajtónak a sarkára, aztán akkor mindig csak ki kell rugni, aztán becsapódik mögöttetek. Tikok nem futtak ki. Kirány gyalog kell menni, gyerekek, ez van. Alsó újlak, ha 22 ezrünk van, alávágunk gyorsan. Jaj, bazza, nem hiszem el, izgulok ebben a játékban.
Jó, remélem mindenki kommentje oda érkezik majd, szóval mint, hogy elég lassúra állítottam a scrollozást, nyugodtan írjatok bármilyen tippet. Viola Bence most meg privátba írtad a kommentet, vagyis nem kommentet, nem írtál kommentet, hanem privátba írtál, látod, nincs itt. Egyébként thank you very much a biztatást és az ötletöket ezzel azzal kapcsolatban. Jó. Oké, menjünk a járdán okosba, várj, el kellene menni a traktorért, ott hagytuk be az a izéni. Ementünk a bálba, de egyébként valaki írta, hogy lehetne az a 9. szabály, hogy többet nem kell végignézni ezt az intrót, ami ezelőtt volt. Oké, megbeszéltük, hallott, meg van duválva, várj, de nem erre követni. Úristen, elhagytam a tattoromat. Szépen átmegyünk okosba, figyelj, a Marinak rávárjuk a sangére, aztán már mehetünk is. Remélem hosszú életű lesz a sorozat, írta. Itt, fú, kettő csaj, bazza, nem lehet itt izédi szórakozni. Mert én észreveszi, hogy ott ráverek a seggére ennek is. Na, hunkövenni, merre kövenni, hol vagyok, gyerekek? Fölhívom mindjárt a izét, nem is tudom, Kovács Józsi vagy kiné hagytam a vördát. Yes. Ez meg itt ki van, ki van gyalindva. Biztos ment a templomba, régi idő, ott ment egy mi az, uaz. Régi időben mindig úgy volt egyébként, emlékszem rá, nekem mindig templomba kellett mennem anyámmal. Ő mindig járt templom, minden vasárnap ment templomba, mindig kellett mennem vele templomba. És így az a nem jó a templomba, hogy mindig ugyanaz az előadás megy. És ezt valahol, aki járt templomba, azt tudja, hogy konkrétan mindig ugyanaz van. Egyre dolog változik, amikor így felolvassák az evangéliumot, amikor milyen ilyen történetet olvasnak a nem tudom, evangéliumból. Aztán annyi van, várjátok, hú vagyok, baze, elhagytam, hol jól van be, baze, itt részeget bevettük a bálba, azt itt hagytunk mindent. Úgyhogy, igen, ez nagyon jó. Egyébként az autentikus, hogy meg kell keresni a traktort másnap rögge, mert itt azért belevertünk a lecsóba, nem igaz, gyerekök? Elnézést, kicsit kölök, tegnap jó volt a buli, onnan indul a történet. Semmilyen RP nincs ebben a játékban, de mégis azért bele tudjuk élni magunkat egy bizonyos szituációba, hogy reggel követni a traktorért, nem? Hajnalba mehetsz a traktorért, mert az eventi a bálba, aztán volt. A traktort meg ott hagytad a szomszéd, de ott berúgtatok, aztán mentetek. Hogy öcsém, hogy tekeri a kormányt, mint az őrület? Nagyon jó. Oké. Okay. Na. Igen. MGTS Zala is pont azt kérdezi, hogy az 5.1-es verziót nehezen lehet megszörözni, megtalálni. Hát én nekem is egyébként 2 órás volt. Letöltöttem, vagy 28 darabot. Na, el kéne menni. Figyeljetek, az a gond, hogy el kéne vinni haza a pótkocsit, mert nem valószínű, hogy a hamstert utána tudom akasztani. Nem tudom, emlékszek rá, várjátok, félreállok. Azt megnézzük, hogy hogy van itt vonószem, hamster talál utána tudjuk akasztani, hát mondjuk nem lenne túl autentikus, hogy a hamstert utána durrancsuk, ugye? Igen, megszűnt az FS. Kicsit olyan, mint a live-ba lennék. Egyébként azért is gondoltam, hogy ez így jó lenne, hogy lenne a kommentolvasás, mert valamilyen szinten ezek a videók, igaz, hogy nem vagytok itt velem, mint live-ba, de mégis valamilyen szinten közösségi élmény, nem? És egy kicsit így összekovácsolja az embereket. És nyugodtan írjatok bármennyi kommentet, maximum majd azt csinálom, hogy egy kicsit gyorsabbra veszem a scrollozást, hogyha mindenkinek nem körülbe a kommentje. Oké? Okay? Nem valami azért nekünk durrad valami, bazzel, nagyon fosok. Oké? Okay? Na végre FS15, Jimmy is írta ott a még. Igen, aki nem kommentel időbe, az nem kerül be. Tehát aki 3 év múlva jön egy kommentre, azt nem tudom ebbe a videóba berakni a következő részbe. Szóval kommenteljetek hama, hogyha akarjátok, hogy be legyen a következő videóba. Szerintem ebből egy ilyen tradíciót teremtek. Szerintem egyáltalán nem zavaró az, hogy ott van. Így egy kicsit ilyen közösségibb az élmény. Én legalábbis nekem mindenképpen nem érzem magam annyira egyedül. Ott vannak a gólyák, vigyázzatok, lefele fossanak. Halál komolyan, bazze. De izé volt. Rádon is van egy gólyafészek, olyan kerülőbe teszem, bazze, még 3-4 méterre távolabb is ott vannak a fosok. Aztán azért telibe küld egy gólyafossa, mert nem fosik a fészekben.
Nem, okos a gólya. Kitartja balagát, aztán csettinti kifelé. Csak úgy zuhan. Ezt képzeld el, amikor hátba terít. Jó fehér fos. Mentek a templomba, az emberek kerültek nagy évbe. Igen, egyébként. Alsó új laktábla. Itt, ha otthon lennénk, komolyan mondom, alsó új lakra kéne költöznem. Szoktam arra mászkálni egy időben, amikor Győrben laktam. Valamikor elkeveredtem arra. Zóval, mert a Szombathely felé van, vagy az Isten tudja. Na várjátok, leállunk itt a portkocsival. Ezeket ki lehet nyitni, ezeket az ajtókat, de valószínűleg mi. Jó, ide letesszük a pótot. Szépen okosba, várjál. Manuál attachment módon csapjuk neki, ne viccöl. Úgy. Meg röpülő valamikor a helikopter. Valám helikopter a izébe. Raktam be modba, úgyhogy. Jaj, köszönöm szépen egyébként, Discordra is küldött valaki modot. Radnai Ákos is írta egyébként, hogy ezt vártam éveken keresztül. Mikor régi részeket nézem, kicsi voltam. Nagy nosztalgia számomra. Egyébként sokat gondolkoztam, ez tényleg egy generáció felnőtt ezeken a videókon kb. És biztos, hogy hatalmas nosztalgia lehet. Nekem is tök nagy nosztalgia, amikor egy olyan sorozatot kezdek el nézni, vagy bármit, amit már láttam, mondjuk Sliders-t. És tök érdekes tud lenni. Az a komment az nagyon megfogott, azt nem fogom végigolvasni. Ez a Pál Gabriel 76-75-ös kommentje, ezt érdemes elolvasni. Hogy tök durva, hogy pont most durolgatta azt a Carnival című számot, aminek az intro volt ugye az előző részben. És tök összejöttek így az események, meg kétszer rákerestek a csatornámra aznap, hogy nincs esetleg új videó, és pont akkor került fel, és akkor a Carnival volt az intro is. Úgyhogy van, amikor vannak ilyen nagyon hátborzongató események. Hello Mari, szia! Víz újság! De azt akartam elmondani, hogy mindig templomba kellett járnom, az unalmas benne, hogy mindig ugyanaz. Egyébként tökére el voltam. Anyámmal mentem mindig. Az a lényeg, elsősorban sose állja a templomba, nem tudod mikor letérdelni, meg mikor fölállni. Akkor belekeveredsz. Oda néz, ott ment egy ott ment egy cross dick. Ja, úgyhogy az első sorban ne üljél sose, hogyha nem vagy benne biztos a dolgokban. Na hát aztán ugye... Jó, a kamasz, baze, azt hittem ránk húzza. Mit akartam? És igen, és a fater... Hát az meg mindig csak a kocsmáig jutott. Meg ugye úgy volt, hogy elmentek a férfiak is régen a templomba, csak ugye utána betértek a kocsmába. Volt ez, de nem azért, most sokan azt gondolják, hogy jaj, mert alkoholisták voltak a régen az emberek. Nem, hanem az tök úgy volt, már meg is állítom, hogy ne csörögjön, zörögjön itt nekem. Régen úgy volt ugye, hogy elindultuk a templomba, jöttek a férfiak is, valamelyik férfi nem jutott el a templom, még megállt a kocsmánál, de nagyon, ugye kiöltöztek az emberek, öltönybe mentek a férfiak a templomba, és emlékszek arra az időszakra, és akkor minden egy, elmentek a templomba, hát már alig várták, hogy vége legyen, a nők azok el voltak, aztán akkor az volt, hogy a nők azok jöttek hazafele, elkezdtek pletykálkodni, megálltak a templom előtt, anyám is mindig húzogatta a szoknyája szélét, hogy menjünk már, anya, menjünk már, nagyon unalmas, menjünk már, menjünk. Fater meg a többi férfi az meg elment a kocsmába, ki volt a költözve, ittek néhány sört, kis unikumot, meg minden, aztán, meg pálinkát nyilván, aztán és tök jó volt. És ugye nők hazamentek, arra kész lett az ebéd, meg minden, amire hazajöttek a férfiak, úgyhogy a vasárnap az kb. Így tett, és valamilyen szinten azért egy ünnep volt. Értitek. Na, kéne venni akkor egy izét, hogy hamstert vagy valamit. Egyébként tök élem, hogy már itt is külön voltak a modok. Annyira jó volt ez is. Nézzétek, ezt nézzétek. Azért ez nagyon epic dolog. Nem mutatok meg mindent, mert akkor meg izétek. Elgurul a gyógyszer, gyerekek. Ugye? Egyébként nem tudom, ez hogy került ide valamilyen módpakkal által. Hát a jó öreg Krón 2500-as mögvösszük 11 000-be kerül, ilyeneknél nem hiszem, hogy nagyon fogok változtatni a dolgokon. Mert figyelj, 12 500 a liter, úgy beszéltük meg, hogy az ilyeneknél űrméret, esetleg akkor levonok majd gameplay végén tőlem, mit tudom, 1400-at. Mert ugye annyiba drágább. Ez jó ilyen kis fa, kis kopottas textúrával, ahogy köl, gyerekek, nézzük meg, nincsen valami csodálatos dolog. Jó van, oké. Pattanjunk, aztán
kéne összekapni egy kis szómát. Valaki azt mondta egyébként, hogy van-e már arra az Isten háta mögött a vasúton túl? Ott kell leadni. Hát, bízok benne testvérem, ha nem, akkor rá fogsz. Ja, nem ezzel indul, ezzel indul. Mindig így nyomok, mert ugye az ignition, aztán ugye az ilyen, meg ez a function van. Ja! Igen. Még az ő kommentje megy. Én azt végigolvastam, vagy háromszor, nagyon aranyos komment, érdemes olvasni egyébként. Időtök van rá bőven, mert jó lassúra raktam itt a scrollozást. Oj! Remélem, hogy elég nagy a betűméret is telefonon, és esetleg el lehet olvasni. Nagyon. Próbálom ezt a sorozatot tényleg olyan úgy megcsinálni, hogy méltó legyen ahhoz, hogy folytatódjon az előző sorozatocskán. A Q betű megnyomám. Az mi az ott? Oda nézi, ott van valami. Ott van valami. Ja, bazzra izzét is úgy be kell csatlakozni. Várjál, azt mivel kell csatlakoztatni? X-el? Kardánt is be kell csatlakoztatni, nagyon adja ez a mód. Mi az? Farming Simulator 22, ha hol vagy te? Nagyon adja, nem? Imádom. Tényleg imádom. Nagyon most meg, nem tudom, be vagyok pörögve. Na gyerekek, szödjük alá, megyünk mind az állat. Nem, meg sem néztem már lóerőkkel, aki lehet lekotkodálva egy szerencsétlen bőrda. De azért nem, itt a, van olyan izé, sorskártyám, kocsmához kapcsolódó, úgyhogy tényleg sorskártyát is kell húznunk, alig várom. Hét éves kisfiad, de hát ő neki nagyon új lehet a dolog, egyébként. Az elsők között láttuk, jó megérzés volt. Igen, vannak néha ilyen borzongató dolgok. Ja, szuper, oké, megyünk haza okosba, kicsit teszünk a sebességre. Nagyon szeretem szabályozni a sebességet, ilyen tempot mondta. Mindenkinek ajánlom, nem csak az, hogy beállítod egy sebességre, hanem azzal szabályozod a gázt. Olyan, mint egy tempomatot, nem csak úgy lehet használni itt, mint egy fixre beállított sebességet, hanem ugye csináld azt, mintha kézigáz lenne. És folyamatosan azzal szabályozod a gázt. És akkor sokkal könnyebb, sokkal smoothabb lesz szerintem a játékmenet, mert akkor így szépen föl tudod tolni, mint tudom én, kanyarba, mint hogyha, vagy akár mintha a gázpedált használnád, ugye csak lejjebb veszed. Hát kanyarba például, vagy éppen amikor lassabban kell közlekedni. Szerintem ez tök jó. Oké gyerekek, csapjuk neki, hát bízok benne, hogy... Jó, egyébként valami célkitűzés lehetne. Azt olvastam, és igen, csomó mindenre gondolok, hogy mi legyen a célkitűzés. Csak már azért nem bízok benne ebbe a célkitűzésbe, mert mindig, hát nem is az, hogy feladom, de mindig, hát valami, ja, nem tudom, majd közben kitaláljuk. Oké, nyomjuk, engedjük lő. Meg indítsuk el, ezt nincsen túl bonyolítva. Aztán csapjuk neki. Figyelj! Okosba, hát egyébként be lehetett volna sodorni. Azt akkor, ja, igen, Viola Bence is írta. Basszus, te olyanokra emlékszel, Viola Bence például, amire már én nem. Hogy a, tényleg az autotraktor az akasztotta a játékot, mint az Isten nyila. Az autokombány az még viszont jól működött, arra emlékszem én is. Úgyhogy az autokombányt berakom, az tök jól működött tényleg. Ugye az be lehetett állítani, hogy menjen, milyen ívbe, merre kagyarodjon, körbe-körbe szedje, tök jó leszett a szedni, még a legbonyolultabb földeket is. Úgyhogy az autokombány mod az FS15-ben az tök jól működött. Csak egy kicsit ilyen kezelő felülete nem volt annyira egyértelmű egyből. Szomszédok teleregényi szerű sorozat. Valami soha véget nem ér. Hát a Szomszédok az körülbelül olyan volt, mert Dallas, nem? Na, mennyi fér ebbe? Egyébként elmehettem volna arra is, mindig erre jövök itt a falun keresztül, de itt mondjuk több a látványosság. Ez tipikus olyan, mint amikor megteszel 6 kilométert egy városba, az sokkal kevesebbnek tűnik, mint hogy kint a pusztába, mert nincsen semmilyen interakció semmivel, vagyis teljesen ingerszegény a környezet. Nem is tudom mennyire, nem tudom miket meséltek meg, miket nem, mert mindent elmeséltem kb. Vár lassan az életemről, aztán valószínűleg, hogy egy csomó mindent ismételni fogok, bár lehet, hogy ettől lesz egy ilyen retro élménye az embereknek. Tudjátok, mint gondolkoztam? És szerintem erről már beszéltem valamilyen videóba, hogy a mai gyerekeknek is meg lesz ez a kollektív retro élménye, mint nekünk volt.
Mármint úgy értem, az a... Mi a különbség köztünk és a mostani generációk között? Szerintem a legmarkánsabb különbség az, hogy nekünk a tárgyak és a körülöttünk lévő dolgok, bármi lehet az tárgy, vagy hát tárgy, leginkább tárgyak, ezek eléggé korlátozott számban léteztek, tehát kb. Mindenki ugyanazzal a játékkal játszott. Mindenki tudta azokat a játékokat. Nem volt mondjuk millió fajta játék, mint most, vagy nem volt millió fajta televízió, mint most, nem volt millió fajta szőnyeg, meg bármi igazából szekrény, vagy akármiről is tudnánk így beszélni. Hát ott hagytam egy kicsit lardam. És ugye emiatt van egy kollektív retro élményünk. Hogyha beszélünk egy tárgyról, akkor az biztos vagyok benne, hogy ugye mindenki ismeri a korosztályunkból. De a mai fiataloknál annyira szertágazó az a, amivel kapcsolatba lépnek, annyi fajta játékuk van, annyi fajta tárgy, annyi fajta szekrény van a szobájukban, annyi fajta bár, ott volt egy traktor dikasz, és azt, hogy ez is tök jó egyébként, ez a botpak, ez az autópak, hogy konkrétan ő nekik nem valószínű, hogy meg lesz ez a kollektív retro élmény. Például az autók telén is. Ugye régebben volt körülbelül, nem akarok sokat mondani, de szerintem azzal nem is sokat, mondok sokat, 10 fajta autó, vagy 15 fajta autó az utakon. Voltak Lada, volt Skoda, volt Dacia, hát ebből meg volt, érted, Skodából két típus, meg a Ladából vagy 4, vagy 3, a Daciából 1, volt Kispolszki, Nagypolszki, meg ugye kezdtek bejönni mondjuk az F-Astrák ugye legelőször, amik ilyen jobban elterjedtek, tehát ezt azért nem álltad volna sodorni, hogy csinálj, mekkora izét reddet csapta videk. És viszont a mai generáció annyi fajta autóval találkozik, hogy több száz fajta autó van. És ugye az ilyen markáns kollektív retro élménye szerintem már nem lesz meg. Hogy azt mondom, hogy 1002-es Lada, az egész más nekünk szerintem, mint nekik lesz, mondjuk azt mondod, hogy tudom én, G-Astra, vagy H-Astra. Mert lehet, hogy azt se tudja, melyik volt a H-Astra, mert ő neki, meg a családban nem volt H-Astra, pedig aztán az egy nagyon elterjedt autó volt, ugye. Vagy pedig Kia Siege, vagy akármicsoda. És melyik volt az a Kia Siege? Ja, de náluk mindenki tudja, melyik volt az 1002-es Lada. Érted, mire gondolok? Mindenki tudja, hogy melyik volt a bólogató kutya. Mindenki tudja, hogy milyen volt a műanyag fröccsöntött katona. Vagy cowboy, tudjátok, azok a játékkatonák. Ezeket mindenki tudja. Viszont az új generációknak nem biztos, hogy ez megmaradt, ez az élmény. Ezen gondolkoztam egy csomót is, és szerintem ez tök igaz. Bár nyilván lehet, hogy nem bánják, mert ennek hozadéka az, hogy rengeteg dologgal megismerkednek, egy csomó mindent tudnak. Ja, nem tudom. Mert ugye nem mi választottuk azt, hogy csak ilyen nagyon kevés dologgal léptünk kapcsolatba, interakcióba, megismertük meg ezeket, hanem sajnos ez volt az adatot. És így belegondolva, hogy szinte ilyen észak-koreai állapotok voltak. Jó, az erős túlzás azért, nem észak-koreai állapotok voltak, de ha belegondoltok, 80-90%-ban azokat a termékeket is tudtuk használni, az lehet étkezésre, vagy lehet használati tárgyak, játékok, vagy pedig elektronika, bútorok, bármi, amik itt készültek. Az nagyon beteg ám, gyerekek. Na várjál már, ez csak így. Ezt így föl is húzza magát, meg megáll. Aha, jó. Hoppá, úgy kitegeri a kormányt, ez nagyon jó. Tetszik. Na, akkor most a gyerekek. Azt mondta a srác, menjek, mint az célvihar. Már külső rétegbe megnézem azért. Ó, öcsém, azért ez lehet, hogy fogja a gépet, nem? Lehet fogja a gépet. Gyerekek, ebbe elapul a kerékai zébe, tarlóba, vagy csak én látok már rosszul. Nem bazza, hát csak elég szerintem konkrétan be van lapulva. Halljátok, én szaraszét fikáztam a farming szimulátorokat mindig. Ez közben a 15 már olyan feature-eket tartalmazott, mint a 22, de ez nem.
Ez nem izé. Ez nem előnyére válik ez a mondat szerintem. Jó, 30 percre a gyerekek csinálunk egy izét. Egy sorskártyahúzást. Júj, nem olvasom a kommenteket, ne haragudjatok! Jót írja pont. Pont a srác ott írta, hogy hol tudom eladni a szalvát, és pont azt nem néztem meg. Csak annyit látok, hogy el tudod adni ott a szalvát. Az jó. Máté írja, ez jó volt régen. Szélégéként értelmű. Ez a tipikus, tudod, amikor a rajta kapja a szerető a feleséget, hogy tudtam! Tudtam! Igen, te tudtál, de ő még mindig tud. Legyen még pár magyar map FS 15-höz. Egyébként nagyon kevés FS 15-ös mapot játszottam. Figyeljetek, egyébként a rendőrséggel kellene majd valami frankó izét csinálnunk. Valami sorskártyát szerintem, vagy valami eventet. Hú, gyerekek, nem már dugó van, úristen. És akkor rácsesztök, hallod? Most akkor itt nekiállok előzni, tudjátok milyen böszmékedek itt. Jó, teszek neki egy kis sebességet. Hát kiteszem az indexet, aztán leszarom. Majd valami lesz. Itt már megint összementek, de itt egyébként nem a hízene. Nem azért, mert kicserítem a járműveket, itt amúgy is a normál. Emlékeztek, kicsi kapcsoltuk szerintem. Figyelj, rendőrautónak neki durrantott az ilbáze. Hát akkor most akkor mi van? Jó lenne, át tudtam volna menni. Nem tudok átmenni, akkor nem megyek a földre. Ó, ilyenkor várjatok, valami legyen valami ízé. Valami életszerű szituáció, nem az, hogy a földre nem megyek, aztán jó. Meg kell fordulnom, jó? Másfele kell elmenni a keepernek, mert izé van. Itt problémák vannak, jó? Valamennyire életszerűen próbáljuk megjátszani. Szerintem azért az adna hozzá az élményhez, nem? Nem az a lényeg, hogy kifussuk a világból, hanem az, hogy izé, hogy életszerűen. Hát figyeljetek, forduljatok meg, mert elvalkodás van, neki ment a rendőrnek a hülye gyerek. Na, tegyünk neki egy izét, röttenetest. Aztán húzzuk neki, csak azt nem tudom, erre tudok emelni a kótyre, be erre. Várjatok? Valam gondolkodok, a falura átmennénk. Aha, meg tudom kerülni, oké. Tiesztelep mellett elvegyünk a földes utor. Jó lesz az gyerekek, itt a revet vágtatunk. Kifogy a üzemanyag, amire izé, ha visszaérünk gyerekek. Éppen okosba. Zebrán, hogyha jön valaki, megvárjuk. Már ha lelép, hallod? Tudjuk a dolgunkat. És ez ilyen kis apróságuk szerintem, hogy másik irányba vegyünk. Ja, valaki egyébként írta, már nagyon rég vártam erre, nem tudom hányszor néztem meg a régi alsóilag sorozatot. Gyermekkorom egyik nagy része. Igen. Valaki írta egyébként, hogy jaj, ne, megint FS 15, az olyan uralmas. Egyébként nekem, nem tudom, én rengeteget játszottam minden része, 22 is nekem pontosan. Hogyha azt a jelzőt akarjuk ráakasztani, hogy uralmas, akkor pontosan ugyanannyira lenne uralmas, de nem uralmas. Szóval ugyanaz az újdonság élményem van ezzel is, meg azzal is, sőt ezzel még nagyobb az újdonság élményem, mivel ezzel nagyon régen játszottam. Ja, elmegyünk, megnézzük, hogy mi a stájsz. Figyeljetek, 11 ezer pénzünk van, hogy bemákolnék valami nagy nyereményt. Sorskártyával azért az nem lenne egy utolsó szűk pont. Na, itt okos be lehet ám menni. Tudja, itt van az a nagy kanyar, jaj. Ez komolyan mondom, deja vu érzésem van. Emlékeztek ti erre? Itt van ez a eskanyar. Nem is olyan nagy, de nem, itt jön egy ilyen eskanyar, nem? És akkor ott el tudunk menni a földes úton, és akkor kiérünk a izé mellé. Kiérünk a tiesztelep mellé. Hát izébe megyünk bele. Hát remélem, hogy ebből... Figyeljetek, nem gond, hogy legalább föltérképe. Figyeljetek, itt be tudnánk menni? Behal. Vágdassunk itt be. Várjál ma. És itt szolidabban, mert szélje hullik a vördől. Aha, itt végig tudunk menni a tiesz mellett. Ami egyszer majd a miénk lesz, a tiesz. Norbert írja, hogy köszi! Néha neked köszönhetem, hogy megtanultam farmingozni. Hát, én köszönöm, hogy itt vagy. Hogyan mocorog az első kerék? Nagyon jó. Az még egy kicsit gyors is egyébként itt, nem? Valahol repül, ez a repülő, ez le van animálva. Hú, de jól néz ki az egész. Azt a bötyát! Jaj, more!
De hogyan mocorog a érzelje mögöttük, nem? Szinte érzed a súlyát. Miért érzem én ezt jobb fizikának, mint az újabb részeket? Nem értem. Itt van a bejárat, a hátsó. Hát bazze, hogy mocorog ez az egész? Úristen, rendesen félelmetes, pedig az nem is tudom, ilyen 12.000 liter szal van rajtunk, ami szerintem nincs 2 tonna az egész. Ugyanek engem, nagyon veszélyes környék, ha visszakövendem tényleg, hát nem megyünk itt ilyen gyorsan, na. Ne mondjátok, hogy most meg kidugult arra, itt meg sár van, bazza. Be van szórva a téglatőröm elég, nem? Mennyire tipik? Várjátok, jó fel egy üvökép, bazza, szerintem paróra nem. Ja várj, nem is lehet, hogy te vedd a CS telepőbe. Figyeld, kidugult az út, hát megőrülök! Meg izébe szoktok menni, így. Kiteszed a izére. Nem mész bele a nyomvájúba, hanem kirakod a buckákra, nem? Aztán akkor lehet ám izéni, makizni. Új, miért estevem zéve ilyen úton. Az volt a nagyon vicces, akkor még Betty volt a barátnőm. Ő ment cross motorral, egy Yamaha YZ-ével. Én meg mentem utána 2-250-es LTZ-ével. Azt tudjátok, az ilyen nyomvonalas, át akartam ugratni az egyik oldalról másikra. Az első kerék átment, a hátsó kerék az meg nem, az kiröpült alól a motor. De úgy, hogy egőröpült az első villa minden. Fú, akkor átestebb, mint a ló. Hát azt látom, hömbölöttem egyet. Nem azt látom, hogy így fölnézek, hogy a Bettike húzza neki a cross motorra, aztán porzik utána az út, aztán meg se áll hazáig. 3 kilométerre hazaért, akkor vette észre, hogy hun vagyok, nem vagyok sehol. Aztán így érted, nem ám visszajött volna, érted vagy valami. Bazza, mekkora gyombájuk te. Leír az alja a traktornak, dik. Na, de látod, erre meg tudtam kerülni a dolgokat. Meg vagytok keveredve rendesen, mi várja, megállok, aztán kicsit fújjunk egyet, rendesen a fáradtabb bazza. Azt a bőtyár, figyeld, hallod? Hát akkor a jobbájuk voltak, itt szerintem leért a izé. Te nem sibásodott meg? Mert ugyan basszus, itt nem kéne odavernem az alját. Ugyan nagyon életű minden te. Valahogy nem tudom miért. Azt a bőtyár, ez meg majdnem elütött. Hát hülye vagy? Á. Valahogy, hát miért élem ilyen élethűen meg ezt az egészet? Ti is érzitek ezt a feelinget? Vagy nem tudom. Egyszer nem tudom megmondani. Na, ki kéne kanyarodni okosba? Hát, a Chrome már meg is hibásodott 1%-ra, úgyhogy az kapott, leért. De ez annyira meg, ez tök jól meg van csinálva, nem? Na jó, akkor azt mondtátok, ti ezt telepet túl. Rich Game is írta, hogy na jó, és ez egy szíves fejecske. Először azt hittem, egy régebbi epizódot láttam ajánlottba. Végre 15. Nem tudom, miért élem ilyen élethűen meg. Új, ez egyszer a miénk lesz, gyerekek! 300 000-be kerül ám. Mennyi volt? Annyi volt? Ugye az előző videóban bevannak a szabályok, de lehet, hogy külön majd kiírom egy TXT-be, és akkor így meg tudjuk mindig nézni, hogy nehogy az legyen, hogy véletlenül is rosszat. Rossz szabályt. Alkalmazok. Na várjatok, akkor elvileg azt mondtátok, ti ezt telepelt túl, itt valamerre, a szómát el lehet adni. De az a durva, hogy nem jelzi a térkép. Lehet, hogy a MÁV, nem a MÁV-nál biztos, hogy nem hallod. Hát remélem nem a izére gondoltál, testvérem. A másik mapra, amelyik 19-ben van. Ugye a... Jó, itt meg jár a vonat, nem kéne idejönni. Összetörni magunkat, ugye? Jó, szépen 22-től veressük, megnézzük. Figyeljetek. Muszáj lesz egy kicsit körülnézni, fölövelen itt föl, az ill. Fölkenődünk, az meg mi az? Ez egy mörci volt, nem gyerekek, egy izé volt, egy ilyen 123-os Mercedes, vagy hányos volt? V123. Hát ilyen aszfaltos után érzed meg, hogy mennyire kurva lassan, nagyon lassan tud venni ez a jármű, bocsánat. Na várjátok, itt volt valami, itt jobb oldalt, ahol lehet, hogy megveszik. Bali Alpár is írt, várjál. Ha lehet, hogy itt veszük meg, testvérem.
Itt van a disznótelep, nem? Vagy mi? Na, majd mindjárt becsúvolankodunk ide. Szépen visszatettem a felezőt. Ezek a betonlapok is, testvérem, ez nagyon adja. Jó, meg kell nézni. Megmondjátok, hogy nem történt semmi egész rész alatt. Mindjárt jön a sorskártya, nem kell aggódni. Körülbelül szerintem fél... Ó, itt fogják megvenni, tuti, várják. Kiszállok, ha meglessük. És jól mondta, bazzel, tesó. Ne! Bálát! Ne! Szómát nem lehet eladni, csak a bálát. Ne! Ne. Semmi? Bazd, megpróbálni. Hallod, ezt rám forítunk. Na várjál, nyomok egy F1-et, aztán izé hátha. Ó, te fiú! Hát akkor ráncsöztünk, hogyha csak szómát lehet. Lecsatolás. Kirakodás! Kirakodás! Szuper vagy! Köszönöm szépen, hogy segítél! Gyűn a lóvé! Ez nem is olyan szar lóvé, figyeld! Nem is olyan szar lóvé. Ja, egyébként mondta valaki azt a Forid Mordot. Nem csinálom. Nem, persze lehet, hogy autentikus lenne. Igen, Dominik kérdezi, hogy hova tűnt Cooper csarát. Na! Hát szerintem, hogyha valaki bármit tud Cooperről valamit, az légy írjon nekem, vagy írjon kommentet, mert én is rohadtul kíváncsi vagyok rá. Ő mindig ilyen, fú, nem tudom, nagyon bánom, hogy nincs. Tök kár, hogy ilyen underground jellegű... Áh! Alad a bazze! Na jó van. Azt a bötyár. Na, várjál ma. És nem törtem meg a traktort, szerintem gubit ért. Na várja. Erre ki kell találnunk egy sorskártyát, gyerekek, hogy legyen egy olyan, hogyha ütközök, akkor bármi. Vagy nem is sorskártyát, hanem egy szabályt. Erre kelljen valami szabály már, basszus, hogy ne az legyen, hogy tényleg ész nélkül közlekedjek. Úgyhogy ha valami történik, akkor kelljen már fizetnem valamit. Erre valami szabályt találjatok ki. Ja, Cooper Channel-t nagyon sajnálom, hogy eltűnt. Főleg úgy, hogy mondjuk rengeteg underground videós van. De... szerintem olyan kevés van, aki underground játékokkal is játszik. Mármint nagyon sok kicsi videós van, de nem igazán underground videósok, mert mainstream játékokat tolják, és ők próbálnak ugye mainstream videósok lenni, nem akarnak megmaradni egy kicsi szinten, hanem nekik ambícióik vannak. És... ja. Már nem jelenti azt, hogy ez mindig olyan beskatujázás, nem? Mert mint hogy attól még, hogy valaki mainstream játékokkal játszik, lehet, hogy azokat szereti. Úgyhogy ez itt elég nehéz eldönteni. De viszont Cooper az meg ilyen, ő meg, mert ne arra úgy jön, nem azért mondom az azt, mert nem tisztelem, hanem ő meg ilyen tök aranyos kis videós volt. Emlékszem, hogy volt nagyon régen, szerintem legalább 5-6 éve egy találkozóm. És egész végig basszus, kim voltam, beszélgettem egy csomó ember, és nem jött oda, ott volt. Nem jött el a találkozóra, hanem ott kim volt. Vagy az épület előtt. És amikor mindenki elment, akkor jött oda hozzám, hogy szia, egyébként én vagyok, csak gondoltam, nem akartam bemenni, nem akartam zavarni, csak gondoltam, köszönök. És tök aranyos volt, tök szimpatikus volt. És nem tudom, hova tűnt. Hogyha esetleg látja ezt a videót, vagy pedig bárki tud róla valamit, akkor írjon róla. Vagyis írjon. Na, itt szépen be tudunk rá menni, ugye? Azért jövök erre okosba. Most már akkor itt tiszta a terep, hát remélem, hogy nem fog bedugulni újra. Ja, várjatok! Kommenteket be akarom olvasgatni. Várjatok, jó sorskártya lenne, hogy a patkányok szétrágták a benzincsövet, a traktoron ezért két részen át nem működik. De melyik? Ezeket mind az a baj, hogy az ilyen sorskártyákat nagyon pontosan le kéne tisztázni, hogy ugye most melyik traktoron. Na, akkor nyomunk egy B-t, meg egy B-t, meg megindulok mind a tavaszi virágok, gyerekek.
Okosba. Jó, akkor már tudjuk, hova kell vinni. Keresünk egy kis pénzt, figyeljetek, álljatok meg egy pillanatra. Hát jöjjön a sorskártya, de ha már egyszer, akkor gyűjjön a sorskártya. És akkor jön a spin. Tök jó, hogy sikerült integrálnom ezeket, én ennek is nagyon örülök. Nyomunk egy spint. 8-as. Mi a franc? Az elején még mindig ilyen extrém szarokat találtam ki. Úgyhogy most egy kicsit izgulok. Jó, gyerekek. 8-as. Mi a 8-as? Összevesztél az erdésszel, nem adhatsz el fát a következő sorskártya húzásig. Jó, van, oké. Jó, megúsztuk. Egyébként, ja, ez is eléggé homogén volt. Mármint nem homogén, hanem hogy nevezik? Hát nem volt egy erős sorskártya, de nem is annyira nagy probléma. Jó, legyen egy olyan sorskártya, hogy Mari elshoppingolta a pénzet 20-30%-át. Kövénpörgetés 20-at, hogyha páratlan, akkor 30-at. Az a gond, hogy amikor már ilyen 50 millió év lennének, akkor azért a 30%-át a Mari elshoppingolnál mit vett rajt? Ferrarit. Érted? Mondjuk aztán a nőknek megnő az igényük is, amit több a lóvére, igaz? Úgyhogy még feltételezhetem is. Úgyhogy nem valaki, hogyha valamelyik jó ötletnek tartja, írja, és megpróbálom integrálni őket, lehet, hogy egy picit átalakítom. De amúgy nem rossz ötlet. Az a lényeg, hogy minél változatosabb, minél érdekesebbek legyenek, meg lehet, hogy olyanok legyenek benne többségében, amik ugye így mindenképpen hatnak. Például ez az erdész, ez tök nem hatott, meg az előző sem hatott. És ezek nem biztos, hogy olyan jók, mert igazából olyan, mint hogyha jó, ott van a pakliba, hogy húzunk valami nagyon szart is, meg vagy nagyon jót is, de az a baj, ezek benn vannak, akkor kiúszhatunk olyat, amelyik tök semleges. Na, sorskártya ötletnek bedobnám, Dániel, Sindel, ohó! Azt nem mondd, hogy a én cuming motoros járműveket kell. Na, igen, de kíváncsi vagyok. Hátra kell hagynod a falut! Ne! Mi? Ezeket a komment... Van olyan komment, amit nem is olvastam, hanem egyben bemásoltam ide mindent. El kell költöznöd! Ne! Egy másik mapra? Nádost falva... Nádost falvára el kell költöznöd. Egyébként ez nem rossz! Csak ezt lehet, hogy nem kéne még most beraknom, mert lehet, hogy holnap kihúzom, érted? Nem? Érted? Ne szívas! Ez nem rossz ötlet, hogy legyen már olyan sorskártya, hogy költöznem kell. Vagy pedig úgy, hogy néhány részre ég, és akkor olyan, mint hogy elköltöznék, mondjuk 5 részre. Ha páratlan, akkor teljesen újra kell kezdened. Értem, gondolom, hogy ha páros, akkor... igen, ja. Ha már a páros, akkor vihetek dolgokat. Viszont ez nem rossz, de lehet, hogy nem végleg kéne, és akkor így végig lennének próbálva más mapok is. Úristen, ez egy nagyon jó ötlet. Nem támogatjátok, srácok? Hogy legyen olyan, hogy mit tudom, pár rész... Akkor igazából ez a mentés itt maradna. El kellene mennünk egy másik mapra. Mondjuk vihetném a traktort, ugye bemodolnám, be lenne ott is, hát egyértelmű. És vihetnénk a pénzt, és akkor mondjuk ott 5 rész erejéig ott kéne tevékenykednünk, és a pénzt, amit kerestünk, azt át tudnánk ide hozni. És akkor konkrétan, az jó lenne. Ez rohadt jó, ez nagyon jó, ez nagyon jó. És be lehetne rakni több mapot is. És akkor ugye át kéne költöznünk addig, arra a mapra. De tényleg ne végleg. Hanem, mert ne végleg, mert akkor ne adjuk már itt, érted? Akkor lehet, hogy az a baj, kihúzom holnap. És akkor végleg eltűrünk, hát annak nem sok értelme lenne. Uh-huh.
Alig várom, legyen megint sorskártya, komolyan. Jaj. Úgyhogy közben olvastam. Szarvas Bogár Műhely írta, Keeper hazajárt FS15-ben. Igen, egyébként. Egyébként ugye pótkocsira is tudnám rá, valami átkrokú kocsiszerűt kellett volna, vagy valamit szörözni. Figyeljetek, hát ma megyünk is vissza. Ezen az úton azon tök hamar elértünk. Ez az. Ja, jó néz ki az a játék, te. Mi van ilyen? Nem tudom, miért van ilyen, jó hangulat ennek az egésznek. Kicsit olyan feelinges ez a nyitott traktor kabin nélküli, ahogy itt ülök rajt. Hogy gyülöngél utánunk ez a hamster, ami a rohadt nagy, mármint méretre. Mi ugye a szalmának a fajsúlya az nem egy egedverő. Na, MGTS Bakonyi gyerek. Igen, ő írta, már megint 15, én szerény véleményem szerint már kicsit unalmas. De mindjárt olvasom tovább, de egy kérdés, hogy 22... Ja, a Reál, igen. Ő azt tetszett neki. Hát nem tudom, nekem nem uncsi, én szeretnék vele játszani. Viszont egy szabályt a közlekedésre ki kellene vetnünk. Most ne kelljen betartanom minden szabályt, próbálok törekedni rá nyilván, de hogyha mondjuk balesetet okozok, akkor kelljen fizetnem, nem? Gyerekek. Akkor kelljen fizetni. Azon a földes után megsérült a hamsterünk. 40-es tábla, hát a 24-re nem fogjuk túllépni. 40-es tábla vége, gyerekek, az igen. Igen, az a 22 realisztik. Az melyik volt, amikor golfa megérkeztem? Úristen, agyit, nem tudom, szerintem legalább 500 vagy több farming szimulátor részt csináltam. Speed Dials-ből szerintem 300-400-at minimum. Fú, ez hány óra gameplay? És ott tudjátok, mi a durva? Hogy most vettem meg a Farming Simulator 15-öt, harmadszor. Komolyan, harmadszor. Most Steamen vettem meg, úgyhogy ez megmarad, ezzel nem tudok mit csinálni. Kétszer meg volt dobozosba. Ott a vonat, és még az is magyar, nagyon jó. A Intercity, megy az Intercity. De azt hiszem, hogy kispiros is van. Mint hogyha emlékezne valami kispirosra, vagy pedig az benne állott valahol áll. De nem, az a kispiros a izében volt. A másik verzióban, 3019-ben. Na, mit akartam mondani? Igen, most vettem meg a Farming Simulator 15-öt, harmadszor. Úgyhogy már megérte, hogy létezem a Giant Software-nek. És a Farming Simulator 22-t is egyébként többször, hát azt is elajándékoztam, képzeljétek a dobozosomat. Az nem olyan régen, az körülbelül fél évvel ezelőtt, és most volt ugye ingyenes, nem rég Epicen, úgyhogy onnan van meg most újra az MTZ, van hajó. Ja, mert odaadtam egy srácnak, nem volt olyan sok pénzük van, úgymond, és akar vele játszani, és mindig ilyen törtel szarakodott, meg multizni sem tudott, meg normálisan nem lehetett modokat se letölteni, mindig szenvedett vele. Azt odaadtam neki, mondom, tessék, mondom, tiád lehet. És annyira karma volt, gyerekek, hogy tényleg utána meg egy hétre rá Epicen le volt árazva. Mondom, bazd, beszarok neki. Durva a dolog. Látjátok, kézigánzom, milyen szépen lelassítottam, és itt ebbe tudok fordulni? Nem is használom a W-t, mármint a VOSD közül, csak a kormányzást használom. Tök jó, hogy meg lehet oldani. Na, keressük a pénzt, az jó, gyerekek. Csak mire? Ugye? Mire? Hú, kellene utána vetnünk, várjál. Ugye figyelni kell, itt van egy ikon jobb oldalán, hogy kirakodás, és akkor nem kell folyamatosan működnie az F1-nek bekapcsolva lennie. Csak rontja az élményt, hogy a csúlya. Nem zavar senkit ez a sáv egyébként?
Jaj, ott írta valaki szintén, hogy hol találom meg ezt a helyet. Köszönöm szépen, neked is. És gangster kobbelte. Az komoly. Már csak a régi intro kéne is egy pár rész a Modern Spin Tires-ből. Plusz Unturned Stalker és Fallout 3, Rust, és a legnagyobb kryptonitom volt, és persze azt adja a végére. Nagyon tekint, körülnézek baze ezután. Megpróbálom betartani itt a szabályokat. Majd busz megállt, akkor rohadt, nem látni semmit. Jaj, baze, mit csináltam? És persze Long Dark, az a Long Dark, az a nem tudom, emlékszik-e valaki. Ez egy akkora cumi játék volt, főleg amikor ilyen nagyon early szakaszban volt, mert körülbelül egy napig tudta élni benne, mert mindig megfogytál. Nem elég, hogy kaját kellett folyamatosan keresni benne, hanem izét is. Ilyen megfogytál, tüzelni kellett, fűteni kellett, mindig házakba kellett bevenni, mert megfogytál. Úrragyod. Ja, meg ráadásul támadtak, alig volt fegyvered. Igen, egyébként ezek nagyon klasszikok voltak. Az Unturned, de az valahogy annyira idegen lett számomra. Volt, amikor lehúztam még idén, de nem tudom, nekem az nagyon idegen lett. Ezt valahogy tökéltem. Viszonylag kevés volt ugye az ilyen Survivor game akkoriban. Szinte Rust volt, ugye a Long Darknak is az volt azért ment viszonylag nagyot, mert akkor még annyira nem voltak ezek. És ott talad a odadé, öcsém, átpattantál a sidet. Úgyhogy, ja. Igen. Várjál, mit ír? Attila Sánta. Vártam már, mikor kezded el Keeper. Jó lett a kezdés. Követem természetesen. Viszont a modokat jó lenne, igen, megosztani. Még egyébként maradtam be a hamstert, és azért nem nagyon lenne értelme egyébként megosztani, hanem azért valamennyire körvonalazódik, ti is küldtetek, például Discordra küldött egy srác, írta is kommentbe, úgyhogy lesz még egy-két mód beragva, aztán akkor mondjuk úgy, hogy összepakoljuk, de valószínűleg egy verzió 1, meg 2, meg 3 lesz, mert főleg, hogyha ez a költözéses dolog ez bekerül, de ez a költözéses az tetszene, mert egy tök idegen környezetbe kellene érvényesülni. Az viszont izgi lenne, figyeltek itt meg, tudjátok mind? Legyünk autentikusak. Megpróbálunk beveretni, jó? Ajaj, csak az a baj, hogy itt, hát ez halál komolyan várjál ma. Lassan menjék képül, bazza, mert itt leér ez a kotla. És figyeljetek meg, hogy ez tuti, hogy leér. Igen, majd mindjárt. Ide, mekkora idélik van itt, bazza, oda nézzél. A szélibe kell menni be, azért tényleg úgy kell hallod, mint a valóságban, hogy rárakod a izére. Közepire, meg a szélére, mert különben leveri az alját. Nagyon jó. Nem sietünk sehova, szépen okosba. Hoppá, ahol francba kerültem valami krumpli földre. Hát azt hittem, hogy az végigvezet oda, de nem. Ej, valami krumpli földre vagy egy répa. Ez egy réparágó szarföldre elkerültem. Ej, gyerekek, hát ez nem gyűjt össze a mutatvány. Nem gyűjt össze a mutatvány. Mindig el akarok arra menni, vagy mindig arra, nem akarok elmenni, mert mindig abba gondolok bele, hogy ott van a bolt. Emlékeztek? Úristen, mikor csináltuk azt a rengeteg csirkét, tudjátok, raklapszám, mindenhol csirketelem volt, úristen. Ugye ez nem idő volt, hanem 19-ben, de akkor is. Jézus Mária, miket csináltam. Csinált a gépör itt. Baze, azt most komolyan, izével lehet ezt húzni. De ez nagyon autentikus, ne haragudjatok, én nem fogom húzni 20-szal, baze. Még ez is soknak tűnik. Kapkodom a kormányt, mint a bolondbez. Még szerencsére nincs senki a sárvédől, kiverném a fogát körülbelül. Könyökömbe. Na, írta valaki. Sokat játszottam FS 15-tel. Második FS játékom. Az első, ez a FS 11 Platinum Edition.
mezőgép kiegészítővel, még az is... Aha. Jó lenne újra játszani. Egyébként tényleg arra nem válaszoltatok. Fölteszek ilyen kérdéseket, aztán mindig így egyedül maradok vele. A 15 volt-e az ilyen vízválasztó F-esekben, hogy egy kicsit azért fejlettebb volt, mint az elődei. 15-ben mindig zsigulival jártam a mapot. Elég keszek kusza egyébként, komolyan mondom, legközelebb sodrózom. Aztán akkor nem kell izéljelem. Nem kell százszor végigmenni. Ráállunk erre egyet. Oké. Kicsit tegyünk neki azért, 11-je menjünk. Jó lett volna ebben a részben egyébként megcsinálni a hamsterezést. Figyeljetek, egy rencsodrót sikerült beraknom, lehet, hogy ránézek, komolyan mondom, de mondjuk már ennek nem érdemes. Nem. Máté Lang írja. Hello, Kám, és soha nem kommentelek. Vagy ha igen, azt a te videóid alá teszem. Kíváncsi leszek, mi lesz belőle. Én úgy emlékszem, olvastam ezt a kommentet. Mármint azon kívül is, mikor így másoltam be, meg azon kívül is, mint most. Úgy gyerekek, itt aztán annyi szóma van, bazze, ide valami nagy hamster meg gépek kölerek, ezzel a kicsit földre is megbolondulunk. Nem? Úgyhogy ez nagyon kemény. Mindjárt olvasom tovább egyébként a kommentet. Hát, azért annyira túl sok nincsen már rajt szalma. Szarra, az jutott eszembe. Csak itt a szobában elég érdekes lenne, hogy tudjátok, amikor ilyen jó nagy porzó szalmában, vagy kiköp a traktorból így a tarlóra paraszt. Hát lehet, hogy nem kéne így a gamer székből kiköpni ide a Sanyi mellé a izére, fapadlóra. Lehet, hogy nézne egyet, hogy mi a fasz csinálok. Anó lassan 10 éve feldobta egy FS videódat a YouTube, aminek hatására kezdtem játszani vele. Most lassan 30 éves. Olvasom tovább közben. Jó, hogy ilyen lassúra állítottam, csak így meg lehet, hogy ki fog maradni néhány embernek a kommentje. Úgyhogy lehet, hogy ezen változtatunk. Be kell időzítenem, hogy körülbelül mennyi idő alatt megy végig, hogy fog ez optimális lenni. Gyerekek, szerintem alá a kormány tekerebb az, amit az őrület. Nem is tudom, hogy Ferika haver kérdezte egyszer, hogy miért van mindig a kipufogó így megoldva a traktorokon, miért nem megy hátra. Aztán ugye mondtam neki, hogy testvérem, a kabinban meg megfulladnának talán, nem? Mármint, hogy azért a kabin alatt pufogna a kipufogó itt hátul, amikor egy traktor az nagyon sokszor nem feltétlenül halad nagy sebességgel, vagy valamikor nem is halad, vagy éppen hátrafele halad, akkor elég izgi lenne, hogy a kipufogó az konkrétan itt pufogna alatta, és megdöglene az ember. Most lassan 30 évesen, mikor megláttam, hogy új FS videót rakták ki, olyan érzésem van, mint amikor 10 évesen alig vártam, hogy azt hiszem, hogy hazaérjek a suliból. Te aranyos, nagyon durva. Vége legyen a sulinak. Jó, kimegyünk itt a... Szerintem figyeljetek, hát maximum 2-vel el tudnánk vinni. Jó lenne ebbe a részbe megcsinálni, de srácok. Jaj, baze! Ugye ezek annyira őrült módon mennek. Jó, meg... Aha. Megállt, jó. De jól néz ki az a traktor, az MTZ. Na, húzassuk ki. Király. Csapjuk neki, gyerekek, hát egy gyorsabb traktor jobb lenne. Figyeljetek, gyűjtsünk valamire.
Átnézzük a kínálatot. Ugye nem nagyon tudunk hamiskodni az árakkal, mert ugye mindenképp a lóerő szerint lesz behozva, de ugye gyors traktort azt tudnánk venni valamennyire. Ugye a szállítmányozásból azért kisegíted egy kicsit. Az egyik az lenne akkor az ilyen kisebb földmunkákra, a másik ugye szállítmányozásra esetleg. Azt hazaérve nyomjam az éppen aktuális játékokat. Age of Empires, Stronghold, Street Legal Racing 2, a Street Legal Racing akar lenni? SLR 2? Nekem egyébként a nagy, annyira, vannak olyan nagy kedvenceim, valamelyikkel játszottam is a csatornán, vannak ezek az ilyen, senki nem szeretné, hogy játszak vele, nem lenne belőle jó gameplay, de nekem ezek jelentik az ilyen nagyon abszolút retro feelinget. Nekem az egy, milyen játékokkal játszottam legelőször? Úristen, úristen, most nagyon megjöttek az élmények, basszus. Igen, akkor még nem volt DLC. Akkor még kiegészítő lemeznek hitták, ugye? És a komplet játékok voltak szinte a kiegészítő lemezek. Ja, a cheat kódokat azt különböző magazinokból szereztük. A kommentekre reagálok egyébként most. De na, nekem a legelső játék, amivel játszottam, számítógépes játék. Commodore 64-et azt engedjük el, meg Nintendo-t is engedjük el, hanem tényleg az, a PC. Az olyan PC, mint a 286-os, 486-os, ez a korszak. Legelső. Volt egy régi helikopteres játék, az volt a neve HLX. Senki nem ismeri, úgyhogy erről nem is beszélek többet. HLX volt a neve. Volt egy Terminátorról szóló játék. Azzal nagyon sokat játszottam. Így nagyon gagyi volt. Nagyon gagyi volt. Nem ilyen belső nézetes lövöldözős, hanem ilyen jó gagyi fajta. De jó, ez a kézig azzal, nem, miért nem használtam eddig ezt a jobban, tökre alatul lehet benne bánni. Volt a Guts, Gorgis nevű játék, rohadt nehéz volt. Azzal játszottam először még, ezek voltak. Akkor játszottam, azt hiszem Lost Vikings-szal. Lemmings-el, Wolfenstein 3D-vel, volt valami olyan, hogy három darab ilyen kobold volt benne, és mindig feladatokat kellett csinálni. Azt nem tudom, az mi volt. Nyilván játszottam Doom 3-at, vagy Doom-ot, Doom 3-at, Doom-ot, Doom-ot multiba, Doom-ot multiba, lamba, akkor amikor kijött. Tesómnak a munkahelyen, a bátyám ugye programozó, annak a munkahelyen játszottunk olyat, megmutatta. Akkor játszottam Bloodot. Itt okosba ki kell menni, kiteszem az orrát, elvileg megállnak és akkor nagy ívbe fordul. Ez mi ez, merci? Ív az az ív. Hát figyelni kell, hogy töcsém nagyon. De jó, hogy van forgalom, ez is egy hozzátesz. Tehát nem az a rohanás az egész. És akkor utána én tesómnál játszottam ezekkel, bátyámnál. Amikkel utána játszottam havernál, mert még mindig nem volt számítógépem. Starcraft, Cézár 3, imádtam a Cézár 3-at. Az egy stratégia, városépítő stratégia, olyan mint a nem tudom, Fáraó vagy Kleopátra vagy nem tudom melyik. De több aspektusban, több ilyen környezetben is volt. Volt Cézár 3, az egy ilyen római kori volt. Úre imádtam, nagyon szeretem. Jagged Alliance 2. Nagyon imádom, nagyon, annyira jó az a körökre osztott stratégia. Kicsit ilyen XCOM-os. Tudjátok, volt az az UFO. UFO. UFO Aftermatch. Ja, azzal is játszottam. Mi volt még, ami ilyen nagyon meghatározó volt? Aztán utána meg ugye lett számítógépem, azt jöttek akkor a 2000-es évek köré, Yui meg Half-Life. Half-Life-ot úgy játszottuk, nem a kettőt, az egyet haverral, hogy én lőttem, mondjuk az egyikünk lőtt tegérrel, a másik az meg váltogatta a fegyvereket, meg mozgott, ketten játszottunk haverral azzal.
Azt utána jöttek ugye ezek a Medal of Honor, Alien Assault, meg a Courage, akkor a Soldier of Fortune, meg ezek a nagyon-nagyon klasszikok, a No One Lives Forever, tudjátok, a Nolf. Ja, rengeteg, rengeteget. De szeretek játszani. Nem tudom, imádok. Annyira jó, jó dolog. Na, még össze kéne kapnunk legalább egy kanyarravalót. Kanyarravalót. Hello, haver, szevasz! Jaj, de jók ezek az autentikus izék, járművek is. És ugye ezt kicseréled, akkor nem csak a maphoz tartozik, hanem mindenhol kicserélni. Jaj, ne, itt már meg azt nem mondjátok, hogy izé van. Fönforgás van. Ó, te fiú. Na, bezzel. Jó, figyelj. Itt okosba, figyelj, melyik paraszt nem kerülnék ki, he? Ez nem merci, mi az Isten gyilve ez? Megakadtak. Az a baj egyébként, ennek a mapnak van hibája, itt vagy túl, máshogy túl belelógnak egymás sávjába ugye forduló autók, és emiatt történik ez a csodálatos dolog. Na. Akkor BV. Kicsit visszaveszünk a sebességet, mondjuk egy 10-re. 11-re aztán csapjuk neki, gyerekök. Szerintem egyedülálló, hogy bármennyi idő is telt el azóta az első FS videó óta, amit láttam tőled, azóta egy csupa szív ember vagy, aki nem szállt el. Hát nem is tudom, mitől szálltam volna egyébként. Lol. Csak mert egy időben jól ment a szekér. Jó, egy időben jól ment a szekér. Mondhatni, de az érdekes, hogy akkor si tudatos volt, hanem úgy... Pont néztem egy ilyen gangsta interjút. Gangstával volt egy interjú, és hogy kérdezték tőle, hogy mennyire volt tudatos az, hogy ugye viszonylag felfutottak, és konkrétan a ilyen 97-be, talán, vagy 90, nem tudom, 97-be, a legtöbb eladott lemez hozzájuk tartozik. És mondtam, hogy ők nem, ők tök így mentek az árral, hogy így csinálták, jól érezték magukat, és akkor ezt adta a gép. Utána meg ugye nem annyira adta a gép. De jól érezték magukat, és nem volt egyáltalán tudatos, hogy ő nekik most bármilyen terveik vannak, akármilyen nagy szintű. Igen, ja. Úgyhogy akkor valahogy jól ment a farming szimulátor, valahogy az emberek fogékonyak voltak rá jobban, meg mondjuk most is egyébként. Igen, igen. Ja, hát azt nem próbáltam meg, soha, hogy mainstream fele kacsingassak. Sajnos nem tudok olyan játékkal játszani, amit nem élvezek, és ez nagy probléma. Ez nagy gond. Ez nagy gond. Olyan szempontból nagy gond, hogy nem, ez nem kifizetődő. Ez nem egy kifizetődő dolog, hogyha nem tudsz azzal játszani, amelyik nagyon megy. Mindig. De hát, inkább érezzem magam jól. Mindig, mint hogy törjem magam, vagy pedig magamra kényszerítsenek olyan dolgokat, amik nem mennek. Ezért is van különben sokszor, viszont ez meg veletek szemben nem túl fair, mert hogyha elmegy a kedvem egy játéktól, akkor meg így nincs kedvem aztán, akkor így ott maradt, tudjátok. És ez oké, hogy azt mondod, hogy ez jó dolog, de ebből a szempontból meg nem jó. Néhányszor beszélgettünk ebben, én átküldtem a készülő térképevel. Ó, basszus. De ez nem mostanában volt basszus, ugye? Vagy pedig lehet pont akkor, amikor nem videóztam, akkor meg nem próbáltam ki, megmondom őszintén. De hogyha viszont átküldöd, akkor nem úgy csak kipróbálom, hanem nagyon szívesen csinálok róla egy bemutatót.
Most a kommentekre próbálok ott reagálni, tudját, olvassátok ti is talán, majd látjátok. Jaj, megint mehetünk egy karikát. Mennyi van még, basszus? Még sok van? Hát arra sem nem ötte meg gyerekeket, tököm leszáll. De az legalább jön a pénz. Meg kéne nézni, hogy mit lenne érdemes vönni. Gyerekek, 25-te van az a tarlón, hallom, ez egy kicsit erős. Jó, van bírja, repgép, ha repbírja, ugye magamban cseszek ki, mert most például damage elődött a járvő. Ugye? Ja, hiába. Én akarom a fizikát itt meghágni, hogyha ő fog engem meg. Jaj, te fiú, hát már megint. Jó van, akkor már megint izajval itt felforgás, de itt ennyit már nem fogok kikerülni. Úgyhogy menünk a másik irányba, gyerekek, megint csak. Hát annyit nem kerülök ki. Meg ott van rendőr, akkor már meglássa, jaj. Aztán már mindjárt ugranak a pénzek már, gyerekek. Várja, itt van egy út. A gyerekek, szarát törem a gépet, ez nem jó, hogy így megyek, basszus. Ja, ezen az úton nem járnak járművek. Ide nem, le van zárva ma, ez TS út biztos, basszus. Bazzom, már megint mehetek erre körbe korrigálva, te. Hát csak 1%. Meg kéne javítani majd, kíváncsi vagyok, hogy milyen lenne. Van ez, volt valami, ami tök le volt amortizálva, de nem? Azt hiszem a vágóasztalom. Figyeljetek, megjavítjuk. Kíváncsi vagyok, hogy hogy van a javítási költség. Na itt szépen bevágtatunk. Okosba, nem olyan túl gyorsan. Lényeg számomra az FS és a Keeper név egybefort. Köszönöm szépen. Tényleg nem azért olvasom fel ezeket a kommenteket, hogy itt hype-oljam magam, úgyhogy bocsánat, hogyha valakinek ez jön le ebből az egészből. Próbálom nem ezt átadni. De köszönöm. Shubidubi, jó boy. 1% mind a kettő, meg kíváncsi vagyok, hogy hol sérülök. De itt ezen az úton, azt a bötyár, ott volt a nagylik, gyerekek. Ott volt egy nagylik, és föl is mentünk kizére. 2%-ra az Urzus. Láttad? De itt tényleg akkora likak vannak, hogy leér. De Isten. Megpróbálok így menni a Haknin, vagy minek nevedik, Baknin. Még itt azt cseszhetem. Bakháton megyünk, Bakháton. Vagyunk páran a régiek közül, akik csendben ugyan, de itt vagyunk. Ibaze. Szóval széttöröm, megnézzük, hogy mennyire törik meg egyébként. Megnézzük, mennyi lesz a javítási költség, ezt az Urzust megjavítjuk, jó? Beállunk a izmébe. Egyébként ír valaki egy tök jó ötletet, olyan lehetne olyat is, hogy amit utoljára használtál épület, az lekotlott, leégett, és akkor azt nem használhatom, mit tudom én, hány napon keresztül. Az se lenne egy utolsó dolog. Mondjuk ez, hogyha például akár a magtároló, akkor is kellemetlen, akár mondjuk a szerviz, akkor is kellemetlen. Úgyhogy valamit kitalálunk ez ügybe. Várjál! Azt a bötyár, gyerekök! Hát ezek a földes utak öcsém szét vannak tiporva röndösel. Ja, volt egy Yamaha YZ-m, de azt lehet, hogy ismerték ezt a sztorit. Hát azért ezzel a... Jaj, mekkora lik volt! Hát én az akkorákat szoktam esti, gyerekek. De szerintem elmentem egyet a... határba veretni vele. Hát többet, szerintem egy tízszer biztos estem. Egy videó erejéig újra gyereknek érezzük magunkat, elfelejtve azt a sok szart, amit cipelünk. Hát ja, egyébként pont beszélgettem egy ismerősömmel, akit nem jó dolgok értek éppen.
és próbáltam neki tanácsot adni, de nem csak ilyen, nem tudom, nem, megpróbáltam, tényleg nem közhelyes tanácsot szeretek soha adni, hanem amiben esetleg belelátok valamennyire, vagy történt velem olyan, akkor azt elmondani, hogy nekem mi az, ami segített. És a, ha ilyen tök szar, valami szar van az életedben, akkor szerintem az egyik legjobb dolog, hogy én úgy tudom megfogalmazni, hogy az agy, az olyan, mint egy ilyen tároló erény, egy vödör. Egy vödör az agy, és az, hogyha tele van rossz gondolattal, akkor igazából azt nem tudod azt megcsinálni, hogy aj, ne legyen tele rossz gondolattal, ne legyen tele rossz gondolattal. Ezt nem tudod eltüntetni belőle, mert az van egy egységnyi kapacitása, és az benne van. Hát az nem úgy működik, hogy most azt mondom, hogy ne legyen, mert nem tudod kiönteni belőle. Egy olyan vödör, amiből nem tudsz kiönteni, hanem azt kell csinálni, hogy szépen megtölteni mással, és akkor az a más ki fogja szorítani a rossz dolgokat. Érted? Hogyha például legyen az egy akármi, játszol, vagy éppen valami hobbid van, foglalkozol valami más dologgal, nem kell nagy dolgokra gondolni, mit tudom, szerelsz kint a garázsba, vagy éppen játszol egy játékkal, és akkor azt az részt, amit ez bekerül az agyadba, az, hogy ezzel lefoglalod akár magad, ez kiszorítja azt a rossz dolgot. És minél több dolog van benne, ami jó, tehát nem ez a rossz dolog marad benn, akkor konkrétan ki tudod szorítani az egészet az agyadból. És így tudod megoldani ezt. Úgy nem tudod megoldani, hogy kiöntöd, mert nem tudod kiönteni, nem tudod kiürisíteni az agyadat, hanem azt ki kell tölteni, bele kell rakni mást, ami kiszorítja azok a rossz dolgokat. És szerintem ezt próbáltam neki tanácsként adni, de szerintem ez az egy dolog, ami működik. Máshogy ez nem annyira szokott lenni. Na, gyerek, engem mennyi szomát hordok én ide, úristen van. Eljutott hozzám. Igen. Közben olvasom a kommentet. Mivel nem tudom, az miért jutott eszembe, de szerintem ezt fogja meg azt a tanácsot, páran nézitek ezért ezt a videót, hogy ha szarul vagytok, vagy bármi nyomaszt benneteket, vagy akármi, nem azt mondom, hogy nem kell foglalkozni, nem azt mondom, hogy nem szabad meg, ne old meg azt a problémát, tehát nem úgy működik, hogy most akkor van egy probléma, vagy mit tudom én, nem fizettem be a villanyszámot, nem foglalkozok vele, vagy akármi, érted? A problémát azt meg kell oldanod, de onnantól, hogy mondjuk most akármi, bármi olyan, amivel nem tudsz mit kezdeni, haláleset történt, nem akarok túl dolgozni, mindenki gondolja bele azt, amit akar, amiket igazából csak nyomasztanak és őrlődsz rajtuk, akkor azokkal azt tudod csinálni, hogy azokat a gondolatokat kiszorítod, nem tudod kijönteni az agyadból, mert nincs az, hogy üres az agyad, mert akkor halod vagy, akkor zombi lennél. Mindenképpen van valami benne, és ha nem szólítod ki mással, akkor a rossz dolgok maradnak benne. Jó. Ennyi! Kiparasziológus! Nem tudom, ez nem az, hanem ez saját tapasztalat. Saját tapasztalat. Akkor játszom, akkor szerelek, akkor lekötöm magam mással. Akár még egy filmet nézel, addig se gondolsz rá, és akkor utána, hogyha gondolkodsz a filmen, addig se nézel rá, közben játszol még, akkor az is kiszorítja azt a gondolatot, akkor esetleg szerelhez. Vagy foglalkozol mással, vagy rajzolsz, vagy bármi, addig se gondolsz rá, és akkor ez tök jó, mert ki nyomja minden. Olyan, mint hogyha kavicsokkal szórnád meg, ezt a szarral tele vödröt, és a szart kiszorítja. Ez egy nagyon frappáns mondat volt. Na, lehetne olyan szabály, ha már nagyon rossz állapot van egy gép, és az adott százaléknál már büntet a rendőr. Az jó, nem jó a műszaki állapot. Ez jó. Az jó, akkor figyeljetek, ez legyen is az, hogy 50% alatt van egy gép vagy eszköz, akkor azért büntet a rendőr. Ez jó ötlet volt, köszönöm szépen. Úgyhogy nem lehet 50, de mondjuk érdekes lett volna. Jó, de a közúton, ha találkozol rendőrre, oké? Okay? Tehát lehet rommal menni kint a szántóföldön, földes úton, a rendőrre ha találkozok akkor. Egyébként ilyenkor jön mögöttem valaki? A mentő szerencsétlen! Hallod, izé lesz! Nem ér oda! Nem ér oda!
Fuck yeah. Legközelebb gyorsabban pörgettetem a kommenteket, hogy mindenkinek akár többször is jusson idő, mert úgy látom, hogy így ez nem lett a... nem lett annyira cool. Gyerekek, van itt munka bőven, basszus. Hát rendesen nem vagyok fáradva, komolyan. Már be van tök... Már izé, seggem izé kockás lett. Na mi a szituáció, itt bemegyünk? Kár, hogy nem lehet indexölni. Nem lehet indexölni itt ebben a játékban most. Ha lehet, akkor jó rábaszunk. Akkor mondjátok, hogy hülye voltál, keeper. Nem kicsit, hanem nagyon. Na, kölkök. Hát figyeljetek, ezt már összekapni, bazzer. Ezt már összekapom. Aztán a következő részben már más kéne csinálni. Meg kéne szántani. Köllit szántani? Valaki írja meg, ezekre nem válaszol senki ám. Kibicnek semmi se drága, csak nézzétek a gameplayt, azt rögtök, hogy hülye vagy keeper. Nem? Ja. Jó van, figyeljetek, felszekapom. Aztán a maximum, hogyha nem sikerül már ebben a sorban összekapni, akkor az lesz, hogy a keeper gameplayen kívül összekapja, meg elviszi, jó? De az legyen, hogy tízszer azt nézitek, hogy itt a hamsterolok. Bár aztán próbálom edukatívan kitölteni ezt az időt. Figyeljetek, aztán egy-két szó ma itt marad, ott rohad meg, figyeljél. Majd telik ám ez mind az Isten nyíl, hallod? Ugye ilyen hosszúra ráállok. Aztán mindjárt föl lesz az 50%-on. Oda-vissza, csácsumi, csőtészta. Már meg is vónánk. A ladára kéne valami keeperös matrica, azon gondolkoztam, de csak valami sejtelmeset, amit csak olyan tud, aki nézőm. Tehát csak ti tudtok. Tehát, hogy valami poén kellene, valamilyen matrica, de valami kicsi, szélvédőre, fölülre, hátulra, vagy bármi. Hogyha láttok esetleg bárhol, mert valószínűleg sokat fogok kerándulni, szeretnék ilyen országjáró trippeket, meg mindenfélét. Olaszba is tervezek levenni egyébként, nyáron nem tudom vele. Ilyen tök nagy túrákat akarok, ilyen tipikus veterános hülyeségeket. De csak ilyen sátras, én nem szeretem az ilyen izé, wellness, meg ilyen dolgokat. Én sátor, tópart, ilyesmi, camping, azt tök élném. Na, és valami matrica kellene rá. Valami olyan, amit tényleg, ami egyértelmű is. És mondjuk egy keeper felirat, azt lehet, hogy igazából csak azt tudja, aki nézem. Úgyhogy lenne ilyen izé rajt. Minek nevezik ezt a dolgot, amikor Easter egg. Lenne a ladán egy Easter egg, hogy megismerjétek. Hogy az a keeper-é esetleg. Na mindegy, nagyon számítana, persze tudom. De hát, hogyha valaki akar kommunikálni velem, vagy valami, akkor könnyen megismer. Egyszerűbb, mint hogyha egy F-osztrám lenne, érted? Ó, igen, már nézegettem egyébként a zsigákat. Hogy 1002-es lada lesz, vagy 1003-as. Magyarországon eléggé elterjedtek az ilyen fura elnevezések, ugye? Egyébként van a Magyarországon ugye az 1002-es, ami 2101-es, amelyik egy 1002-es motorral szerelt, a legrégebbi kasznival, ismertetőjegye, így ugye a babás, lökhárító, céloszlopon nincs rács, kürtkarikás kormány, azon kívül ugye még volt a 1003-as, amelyik ugye már más jellegű a... Várjál, itt még van, akkor már ezeket összekapom, adjámú. Az 1003-as ugye, amelyiknek változott már a kasznia. Nem, eltűnt a babás lökhárítón, gumiheveder van a lökhárítón, ilyen gumiszalag. Mi változott még, azon gondolkozok. Megjelent a céloszlopon egy szellőzőnyílás. Meg még ráadásul a puritánabb lett egy icipicivel a beltér is. Na jó van gyerekek, igazából ennyi szó ma maradt. Szerintem ez itt fog megrohadni, ezt elvisszük és akkor ezt letettük a lantot, jó? Legalább egy kicsit akkor már valamivel beljebb vagyunk. Hát itt remélem, hogy nincsen, itt mindig dugó van. De egyébként ez is tök jó, hogy van itt mindig dugó, egy ember már számít rá, hogy bazd, nem, már megint dugó van itt. Már megint összement valaki. Vannak ilyen helyszínek, amúgy is a valóságban is tudod, hogy
A hajant mindig izében dugó szokott lenni. De okos, elmegyünk mellettük, hogyha nincs rendőr, jó? A rendőrökre figyeljünk, tök jó, hogy van rendőrautóban, így lehet majd ezzel gondolkozni, hogy az megbüntethet. Tehát rendőr előtt nem csinálhat szabálysértést. Na, hol tartottam? Mi a ladák? Aztán volt, jött az 1003-as, ugye? Az 1003-as az meg ugye az 1003-as motorral szerelt, és a... Nem, utána jött az 1002-es S, ami az 1002-es motorral szerelt, de 1003-as kaszniba. Úgyhogy ez a három gombszemű Lada verzió van Magyarországon. Ezek elérhetőek, meg ezek voltak. Ezek közül valamelyik annyira nem dominál nekem. Valaki meg van örülve ugye a 2101-ér, mert az volt a legelső. A 124-es Fiatból ugye licenszelt Lada, de kocka, sokat gondolkoztam kockán, mert az egyen egy ilyen csibészeset, tudjátok, azt ugye meg lehetne a mélyagyas kormányra ózéfelni, tudjátok, azért az adnál, fehér ózéfelni, piros kocka, Lada, azzal azért lehetne csibészelni. Zsugormotor, izé, diffi, sperdiffi, azzal lehetne bolckodni, de az a baj, hogy nagyon tetszik az izé is, az 1002-es Lada, 2101 környéke, meg a többiek. Ugye három verzió, amit mondtam. Bocsánat! Bocsánat, nem olvastam. Jár a like, valaki írta. Imádom, nagyon jó videó. Farming Simulator a legjobb. Igen, és ja, gondolkoztam, meg olcsóbb is, ugye a kockák olcsóak. Viszonylag, 21.07, pont itt megy egy 21.05-ös. Azt hiszem az volt, 21.05, de... De ugye kultikusabb az 1002-es, aztán az 1002-esbe gondolkodok, csak böszme drágák gyerekek. Úgyhogy már egy éve gyűjtögetek rá, gondolom, aki nézi a csatornát, azt tudja. Ilyen millo alatt nem is nagyon tudsz kapni. De hát nem baj. Olyan karácsonyra akarom megvenni magamnak egyébként, kb. Mondjuk meg. Meg igazából később az se számít, annyira nem sietek vele. Na, meghoztuk az utolsó pörrelést, hál' Isten, megérkeztünk. Nyomunk egy fasz a befordulás, kicsit lassítottunk, egy 16-tal beugrunk. Micsoda izé, ilyen kühjegbű vannak ház. Pont van egy ilyen faluban, hogy ilyen kühjegbű van fölépítve ezek a homokkövekben. Ki van tiporva, nézzére, milyen jól megmaradnak a izék, a keréknyomok is. Pedig ez nem egy mai játék, ez lassan 10 éves játék. Oké, nyerkőcök, akkor figyeljetek, nézzünk egy izélyt, egy traktor mustrát. Még valószínűleg kerülnek be modok, de azért ránézhetnénk, hogy esetleg... De mondjuk lehet, hogy egyelőre nem kéne költeni. Jó, már van egy hamsterünk, az viszont jó. De figyeljetek, menjünk el, már annyit megcsinálunk. Elmegyünk izé, megszereljük a traktort, jó? 2%-on van. Megnézzük, hogy mennyit fog levonni. Ide lehet, hogy kifát is lehet hozni. Azért, hogy... Ja nem, mert azt megírná. Tehát milyen durva, hogy egyszerűen úgy van, nincs jelölve a térképe. Azért régebben nem nagyon volt ilyen PC világ ilyen szempontból se, hogy jaj, a gyerek most nem fogja megtalálni majd a szalmeladási helyet, mi lesz vele? Hát megkerested, öcsém! Nem? Hát mi volt? Mert tényleg egy mai játékban azt mondanák, hogy hát nincs jelölve, úristen, hát nem fogja tudni, hogy hol lehet eladni a szalmát. Hát legalább addig is el voltunk, amíg megkerestük ezeken a mapokon a... Jaj, de jó, itt lehet eladni a szalmát, nem? Tök jó ízét, hogy tudtál ezzel így... Hogy mondjam... Lekötötted magad. Meg volt egy kis felfedezés élményed, egy kicsit ilyen open world. Open world élmények. Sanyi meg horkol. Gratulálok neki. Tegnap volt kutyaoltás, mindig úgy féltem a kutyaoltástól. Egyik éven az egyik ismerősemnek kutyaoltás után valami... Utána beoltották a kutyát, azt meg elpusztult. Valami nem volt jó neki, vagy nem tudom mitől, de közvetlen utána elpusztult a kutya, és annyira féltem mindig. Úgy utálom ezt a kutyaoltást, ugye a veszettség elleni oltás kötelező Magyarországon. Kötelező Magyarországon a veszettség elleni oltás. Nem tudom, pár évvel ezelőtt még csak ilyen pár ezer forint, 7000 forint a minimum.
Az azt jelenti, hogy akkor megadott idővel elviszed a megadott helyre, ott az orvos benyomja neki, ennyit csinál. Hogyha már neked úgy viszed az orvoshoz, hogy nem a megadott időben, akkor számol fel plusz költséget, az már mit tudom, 10 000, meg akármi, házhoz jön, az is rohadt drága. Na mindegy, nem is az a lényeg, de jó, biztos kötelező, igen, meg minden, meg kell is. De hát ugye például Sanyi az egy szobakutya, olyan ritkán találkozik a neszett rókával, hogy az őrület. Már nem tudom, lehet, hogy máshonnan is el lehet kapni. Nem tudom, hogy ez hogy működik, de mindegy, csak féltem. Nem is a pénz miatt aggódok, hanem igazából féltem mindig. Hello, hello! Lámpát felkapcsolja, gyerekek? Nem lékeztek? Viola Bence pont írta, itt felkapcsolja ezen a mapon a... Ujj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 
Ja, hát igen, meg lehetne nézni, hogy mennyi jelenleg egy ölgép, meg átírogatni ezeket az összes árat, de megpróbáltam egy valamennyire, egy ilyen sablont ráhúzni erre az egészre, hogy azért valamennyire átlátható legyen. Azért gondoltam, hogy valami szabványt akarok beleverni. Ugye azt írja a srác, hogy nézzem meg az aktuális kombájnoknak, hogy éppen milyen ára van, és akkor annyi áron vegyek valóságba is. Ja, nincs egy 82-es MT, 82 ezer euró. Hát nyilván tudom, hogy nincs, persze, hogy lenne. De valamennyire meg akartam nehezíteni a saját dolgom. Ja, mert azt írja, hogy mert drágára rakom őket. Egy drágára, de viszont ugye nem is keresel, mit tudom én, egy hamster szalmával 2000 eurót, vagy nem tudom mennyi, 2000 az mennyi, 400, 800 ezer forintot, érted, vagy nem tudom mennyi az. Érted, hogy mire gondolok, hogy itt az arányok azok el vannak, amúgy is tolódva. Valószínűleg egy hamster szalma, egy ekkora hamster szalma, az nem 800 ezer forint lenne. Úgyhogy ezért nehéz lenne ezt így összehozni, hogy minden tökéletesen működjön. Ez a baj, érted? És oké, hogy megnézem, hogy mennyi egy 82-es MTZ, csak akkor egy 82-es MTZ tudnék venni egy izé árán. Két ilyen hamster árán az meg úgy nem biztos, hogy reális lenne. Mármint két hamster szalma árán. Jó, hát ezeket már összekaptam, hogy veregyen itt. Jó, ne, azt mondjátok, hogy szántanom kell, megburgalok. Úgyhogy valamit majd itt kiokubálunk, azért annyira nem hiszeljük. Szenvedtessük magunkat, vagy nem tudom, mi lesz itt még. Jaj. Jó, hát ezt legalább összekaptuk, most úgyis hamsterbe más tudsa tárolunk, mint szómát. Úgyhogy itt össze tudja szedni azon a részen, ami a mi területünk. Azért nem is tudom melyik verzióban, hogy volt probléma, hogy nem szedte össze, emlékeztek. Hát figyeljetek, 15-ben végig erre nem foglalkoztak. Ja, mert igazából minden az enyém. Ugye, lehet, hogy így oldották meg. Vagy lehet, hogy ez is volt az egyik oka annak, hogy nincs is így probléma, minden a miénk. Mert ugye hát a map szempontjából igen, minden a miénk. Oké, srácok, már megyünk, megjavítjuk a izét. Oké, bemegyünk, megjavítjuk a verdát. Hamstert állítjuk valahova, erre most van egy hamsteruk már. Úgyhogy már is fejlődtünk. Jó, maradt egy-két kupusz szalma, annyi baj legyen szerintem. Na, nyomjunk neki egy kis kövérgázt, aztán bevághatunk oda. Még már másfél órája megy a videó. Ezt megmondjátok, hogy a keeper ne szórakozzá velünk, mert ez erős lesz. Megjöttünk ész az evéd! Remélem. Tök jó! De be van állítva. Annyira egyébként jó életűen vannak szétszórva a járművek. A hamstert azt ritkán szokjuk használni. Bevisszük hátra valahova. Úristen, ez a telep, ez nagyon autentikusnak tűnik nekem. Valamiért. Jó.
Ne kéne valahogy be mennem. Oké. Teljesen jó hely volt. Igen, lecsatlakozok. Oké. Milyen jó meg van csinálva. Jó, meg megjavítjuk a jözőt. 2%-ra le van amortizálva, figyeljetek, hát legyen egy ilyen jobb akkor. Bejárunk a műhelybe, megcsináljuk a Verdát. Ugye ez pénzbe fog kerülni. Legalább kipróbáljuk ezt a játék mechanikai újdonságot is. Hol van? Ez nem itt van. A raklapos fasz fönn van itt ebben gyárilag, vagy pedig én emlékszem rosszul. Valami volt itt, gyerekek. Meg itt a fű, kifúrt az olajba ez. Atyom, rendesen keresztbe. Azt a bőtyár úristeneteket hallod? Mi folyik itt Györgyösör, gyerekek? Hát a sárra futottunk, Dick. Ez rohadt jó. Milyen a nagy sárba? Itt meg hunnyillik ez az ajtó, de elvileg nyillenie kéne. Na, felkapcsoltam a villantja, jó volt. Gyerekek a sárba! Beleverették a sárra a képer a gépet. Szépen okosba kivegyük belőle. De hát ez nagyon tetszik. Hát ez kikörézzel még egyszer. Azt a bötyár, gyerekek! Ez olyan marha jó. Vannak több helyen egyébként, valahol ilyen rohadt nagy sár van. Van, úgyhogy kövele vigyázni. Ha? Oké. Okay. Ott van a javítási költség egyébként, már ugye írja. Javítási költség 13 euróba fog kerülni, ami nem olyan sok. Oké, okay, és akkor megvan, hogy melyik gombbal. Én csak most meg átjönt, vár, itt írja. Aha. Errel írja. Igen, és az időbe telik, tehát ha idehozol egy 50%-os javítással egy járművet, akkor történhet az, hogy itt egy napokig akarják szerelni, ugye? Meg rengeteg pénzbe kerül, aztán itt koának ütnek mindent, és akkor itt szerelődik. Na gyerekek, 20 ezer pénzünk van, vettünk egy hamstert, kb. Visszadolgoztunk annyit, nem volt ez rossz, történetmesélés is volt, de arra ugye tók, hogyha mindenkinek a kommentjét nem tudtam végigolvasni, de legközelebb egy kicsit gyorsabban pörgetem, és akkor esetleg többször felvillanik, de talán és írjátok meg, hogy nem a zavaró, hogy ez a csík megy alul. Nagyon szépen köszi a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!